Szinte egy éve már annak, hogy az életünk meghatározó része a koronavírus járvány, és hát sajnos úgy tűnik, hogy nem igazán látjuk még mindig a végét, viszont ami nagyon jó hír, hogy elkezdődtek az oltások, és a lakosságot folyamatosan oltják. Itt Fonyódon is megkezdődtek az oltások. Mi a tapasztalat arra vonatkozóan, hogy mennyire hajlandóak az emberek erre? Információim szerint nagy a hajlandóság. Nagyon sokan jelentkeztek, ebből következett az, hogy voltak is akadozások, mert a vakcinák nem úgy érkeztek olyan számban, ahogyan a betegek, illetve a város lakói jelentkeztek. Ezért a házi orvosok kérték is a türelmüket. Aki regisztrált, mindenki be lesz oltva. Itt Fonyódon milyen típusú vakcinákkal oltanak, és hogyha több típus van, akkor lehet-e közülük választani? Fonyódon tudomásom szerint a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Sinopharm vakcinákkal oltanak. Egy-egy Sputnik vakcina is jött, de ez még nem nagy számban, nyilván ez változni fog. A betegek természetesen választhatnak az oltóanyagok közül, de ezt a házi orvossal, illetve az oltóponttal egyeztetni kell, és ennek megfelelően fogják megkapni az oltást. Az egyik legnagyobb veszélynek kitett szakma, úgymond, az egészségügyi dolgozók szakmája. Őket beoltották-e már itt? Az egészségügyi dolgozók megkapták az oltást, ez az oltás önkéntes. Természetesen aki kérte, meg is kapta, aki pedig beteg volt, tehát megkapta a COVID-fertőzést, mert sajnos ugye ez is azért előfordult az egészségügyben is, nyilván, hogy elég nagy expozíciónak kitett társaság az egészségügyi dolgozóké. Önekik várni kell 3-6 hónapot, és utána megkapják. Most az országos tiszti főorvos rendelete szerint soron kívüliségét élveznek az egészségügyi dolgozók az oltásban. Tudomásom szerint doktornő már megkapta az oltást. Miért döntött úgy, hogy kéri, és van-e tapasztalat azóta? Igen, megkaptam az oltást, és én elhatároztam 2020 végén, ami nem volt egy könnyű év, én úgy gondolom senkinek sem, hogy amint lehet, szeretném megkapni, mert borzalmas volt az a szorongás, az a félelem, ami minden nap jelen volt otthon, nem csak a munkahelyemen, otthon is, hogy veszem a levegőt, terhelhető vagyok-e, azért 50 beteggel találkozok naponta. Ezen kívül csináltam a gyors szűréseket, ami olyan volt, hogy magam is meglepődtem, mikor három embernek egymás után pozitív, nem hittem el, és van, igen, és volt, és ezzel számolni kell, úgyhogy én mindenképpen szerettem volna, és ez sikerült is. Különösebb mellékhatást nem tapasztaltam, egy minimális válfájdalom, ami egy fél nap alatt gyakorlatilag elmúlt, és itt szeretnék, ha az idő engedi, egy kis kitérőt tenni, hogy miért is olyan fontos, hogy beoltassák magukat az emberek, hogy regisztráljanak, mert mindenkit arra tudok buzdítani, hogy regisztráljon és oltassa be magát, mert ez a betegség, ha megkapja és úgy kapja meg, hogy súlyos állapotba kerül, ez borzalmas. És itt Arany János örökérvényű sorait szeretném idézni, amit nyilván mindenki ismer, hogy repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg. Tehát itt ez az, hogy kit hogyan talál meg, milyen állapotban van a szervezete, milyen felkészültsége van az immunrendszerének, és ki tudja, hol áll meg. Hol áll meg a vírus? Az agyamba, a tüdőmbe, a vesémbe, a májamba, mindegy, hogy hol áll meg, ugyanolyan kárt fog okozni, és nem egy vidám dolog az intenzív terápiás ellátás, a legnagyobb gondossággal se, ha arra gondolunk, hogy egy gégemetszés utáni lélegeztetéssel hasonfekve minden lukba csőzzel kell élni az életet, már amennyire tudatában van, mikor ezt közlik, kollégám is volt úgy, hogy örömmel mondták, hogy tudatánál van. Igen, hogyha belegondolunk, mit érezhetett az az ember tudatával egy ilyen szituációban. Tehát ezt nem szeretném, és senkinek nem kívánom, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. És akkor itt még azt el lehet mondani, hogy kit hogyan talál meg. Igen, hogy megkapta a betegséget tavaly tavasztal,
nem volt semmi különös, szeptemberben újra beteg lett, és intenzív osztályra került. És olyan eset is volt, hogy bement a saját lábán a rendelőbe, hogy nehéz légzése van, nyoma mellkasa, nem jól van. Elküldték a COVID részlegre, 4 óra múlva meghalt. Ez borzalmas. Tehát ezekre gondoljanak az emberek, meg akik nézik esetleg ezt a riportot is, hogy ezt nem szabad. Tehát ami lehetőség most, az oltás. És az oltás a jelen tudás szerint, a jelen kutatások szerint nagyobb védettséget ad, mint a fertőzés, annál is inkább, mivel hogy az oltás az egy kontrollált, kivizsgált anyag, amit megkapnak az emberek. A fertőzésnél ugye a vírus, hát nem tudjuk azt se, hogy a vírus milyen állapotban van, vagy milyen mutáció az, hogy hogyan fog dolgozni a szervezetünkbe a saját érdekében. Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik bizonyítható módon átestek a fertőzésen, neki kell-e regisztrálni, illetve figyelembe kell-e venni, hogy mikor történt a fertőzés? Mindenkinek regisztrálni kell ezt, ahogy az előbb is mondtam, mindenkit erre tudok biztatni, hogy regisztráljon. Ha a fertőzésről tudomása volt, akkor 3-6 hónap múlva megkaphatja az oltást. Egy fertőzés után meddig tekinthető védettnek az ember? Ugye ez egy új szituáció most a COVID-fertőzés, ezért hát folyamatos vizsgálatok zajlanak annak kimutatására, hogy valóban meddig. A jelen ismeretek szerint 3-6 hónap a védettségi idő. De, ahogy mondtam, vizsgálatok zajlanak. Tehát olyan emberek, akik átestek a fertőzésen, megkapták az oltást, rendszeres laborkontrollt adnak, hogy ebből meg tudják mondani, hogy meddig lesz jó, és meddig lesz védelem az oltástól. És mi a helyzet azzal a csoporttal, akik átestek a fertőzésen, viszont ezt hivatalosan, semmilyen igazolással nem tudják igazolni? Ő nekik mindenképpen érdemes beszerezniük, ami térítésköteles, természetesen az ellenanyag vizsgáló tesztet, és ennek ismeretében kell jelentkezniük. Amennyiben ez pozitív, akkor várni kell 3-6 hónapot, ha negatív, akkor nyugodtan mehetnek az oltásra. Jelenleg itt Fonyódon mely korosztály, mely csoport oltása zajlik? Jelenleg tudomásom szerint a 60 év felettiek és a krónikus betegek oltása zajlik. Természetesen, ahogy ez a csoport megkapta az oltást, a kor szerint mennek lefelé, és úgy fogják adni a továbbiaknak. Ezt a házi orvos fogja értesíteni a betegeit. Nagyon sokszor szóba kerülnek a krónikus betegségekben szenvedő emberek. Van-e esetleg arra vonatkozóan bármi tiltás vagy javaslat, hogy mely krónikus betegségek esetén nem adható, vagy nagyobb odafigyeléssel adható a vakcina? A hivatalos állásfoglalás szerint a krónikus betegségek inkább oltás indikációt képeznek, mint ellenjavallatot. Tehát azért az előbb is említettem, hogy a 60 év felettiek és a krónikus betegek kapják meg. Most egyetlen egy olyan csoport van az autoimmun betegségek, ahol a Sputnik vakcinát nem javasolják. A többi vakcina mehet, de a Sputnik nem autoimmun betegségekben. Van egy másik igen érzékeny csoport, a várandósok, illetve a kismamák. Velük mi a helyzet? Itt is ugyanúgy, mint a többi esetben, még a vizsgálatok vannak folyamatban. Annyit biztosan lehet mondani, hogy a Sputnik és a Sinopharm vakcina nem javasolt kismamásnak és várandósoknak. A Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca természetesen a kezelőorvossal, illetve a házi orvossal történt konzultáció szerint adható. Ha valaki megkapta az oltást, és rövid időn belül bármilyen mellékhatást tapasztal, akkor mi a teendő?
Az oltás előtt mindenkinek ki kell tölteni egy adatlapot, amiben szerepelnek az allergiás betegségei, az allergiái és egyéb betegségei. Ezt az oltó orvos megnézi, és ez alapján dönti el, hogy megkaphatja az oltást, vagy nem. Ha megkapta az oltást, 15-30 perc várakozási megfigyelési idő van, hogy akut, tehát ez az úgynevezett anafilaxiás reakció kialakul, vagy nem, és ha igen, hát természetesen erre megvan a készültség, hogy el tudják látni, ha nem, akkor pedig mehet haza. Na most, hát ha van egyéb ilyen későbbi, hogy esetleg láz, vagy nyirokcsomó duzzanat lehet, ilyenek, akkor ezt jelenteni kell a házi orvosnak, illetve az oltóközpontnak, és akkor ők a gyógyszermellékhatás lap kitöltésével ezt a megfelelő helyre továbbítják. Na most én úgy tudom, hogy nem volt anafilaxiás reakció itt Magyarországon eddig, ez az én tudomásom szerint. A kisebb reakciók voltak, tehát volt hőemelkedés, láz, amit egyébként a második oltásnál úgy is el kell mondani. De ezek a mellékhatások, ezek rövid idő, ideig tartanak, és gyorsan elmúlnak, és mindenképpen megéri, én azt gondolom, mint amit elmondtam, hogy olyan helyzetbe kerüljön valaki. Ha valaki még várakozik az oltás beadására, tud-e valamit tenni esetleg annak érdekében, hogy minél inkább elkerülje ezt a fertőzést? Én úgy gondolom, hogy a prevencióban elég tájékozottak a magyarok, mert egy éve van szerencsénk ezt gyakorolni, tehát a helyes kézmosás, a helyes maszk használat, a előjegyzési időpontok betartása, a távolságtartás, a csoportosulások elkerülése, ez mind segít a megelőzésben, és itt mondanám még el azt, hogy az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon kell regisztrálni, mert ez visz a központba, tehát a Nemzeti Oltóközponttól regisztrált nem fog bejutni ebbe a rendszerbe. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy mindenki tisztában legyen vele. És a másik, ami hát remélem, hogy ritka, de akkor is meg kell említenem, hogy ugye itt az oltást mindenki nagyon szeretné, és nem szeretné kivárni a sort, hogy ne dőljön be semmilyen mellékes oltóanyag beszerzésnek, tehát hogy a kamionról leesett, és olcsón tudom adni, vagy a barátom hozta, vagy egyéb hirdetett helyen, soron kívül x ezerért megkapom. A COVID-oltást csak államilag kontrollált, szigorú, zárt disztribúción keresztül adják, tehát ez a biztos, amit így kapnak meg a betegek, illetve nem betegek, az emberek. Honnan tud az ember hiteles és megfelelő mennyiségű információhoz jutni? Így van. Itt azért elég nagy lehetőségek vannak. A 21. század emberének egy óriási adathalmaz és ismeretforrás áll rendelkezésre, és nem baj, ha a stabil dolgokat tudjuk, úgyhogy akkor itt most elmondanám, hogy hol érdemes megnézni ezt. Ez az nnk.gov.hu oldal, a vakcinainfo.gov.hu, a koronavírus.gov.hu oldal, ahol érdemes az információkat beszerezni, ezek frissített, naprakész információk. Doktornőnek nagyon köszönöm ezt az igen hasznos tájékoztatót. Én köszönöm a lehetőséget.